mint Bacskai Balázs. Na és akkor jöjjön a mi fiunk! Jöjjön tehát a veretlen Bacskai Balázs, 13 meccs, 13 győzelem, a 13-ból 7-szer volt képes idő előtti siker elérésére. A magyar fiú, aki ugye pazar amatőr múlttal rendelkezik benne, Európa-bajnoki címmel. A képzettsége tehát igencsak megvan. Ugye olimpiai résztvevő is volt Rióban. Az nem hozott neki szerencsét, egy francia ellenfél legyőzte, és Bucsula kényszerűen elmondhatja magáról, hogy járt olimpiát, és most bejárhatja azt az utat, amely a szorítóba vezet. Sok himnuszára érkezik, Manowar, híres metal himnusza. Kovács Kokó István pedig ott áll az övvel, ő ugye a WBO szuperjvár zolán. Egyelőre nála az öv. Bacskai Benji Balázs, tehát 32 esztendős és jelenleg feretlen.
Nézzen tehát az esemény fő mérkőzése Bacskai Balázs és Nick Lappert között a Theta WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoki címe. Klappert előző mérkőzéseit nézegetve megfigyeltem, hogy nem szereti, ha a testen kínálgatják, hát ennek, hát, hogy ennek is köszönhető, hogy nagyon felhúzta azt az övet. Nézd, hogy nem látszik a köldökesen, jó? Igen, Bacskainak látszik, persze. Ez mint olyan mellék húzta a nadrágot, az övet. Félő lesz, hogy melbe szorítja majd az öv. No de, nem hiszem, hogy ezen múlik. Bacskainak meg kell oldani ezt. Igen, csak nehogy, hogy ez ott legyen a mély ütés, mert Benji szeret testre ütni, és nagyon-nagyon jól üt testre. Hát lehet, hogy belőtte azt a célvonalat Klappert, hogyha még az övet találja el Bacskai, az még jó. De ugye hol van már az az idő, amikor jó pár évvel ezelőtt találkozhattam vele egy fitness teremben, amikor éppen súlycsoportot váltott, és némi izmot kellett magára pakolnia. Most már nagyszerű fizikummal bír, sugárzik róla az erő, na meg jó ez a bal egyenes. Szép bal egyenes. És Klappert is bal egyenessel próbál válaszolni. Hát képzettség tekintetében azt hiszem, hogy minden raffinál nélkül ki lehet jelenteni, hogy Bacskai fölött áll az ellenfének. Jön a testütés ballal, be is fért oda a könyök mögé. Szépen jár Benji bal keze, látod, itt már több bal egyenest láttunk, kis túlzással, mint az előző meccsen. Bacskai szeretettel él ezzel a fegyverrel. Igen. Ugye neki itt kezdődött gyakorlatilag a pályafutása ebben a csarnokban. Vasas növendék volt. Ajde, jó balos! Balfelütés, balorog. Nagyon azt pont akartam mondani, hogy a eleve nem csak a bal egyenes jó, hanem az egész bal keze úgy, ahogy van jó. Bármit üt ballal, nagyon, nagyon szépen pattan az ütés, balfelütés is, balhorog is, remekül készít elő Benji, nagyon éles, csak így maradjon ez továbbra is. Előbb-utóbb csak feldolgozza ezt a németet, megint ballal készít elő. Klappert már kicsit bizalmatlanul sandít rá onnan a kesztyűk közül, azért ő is használja a bal egyenesét. Igen, Klappert alapvetően egy kontrabunyos, ebből a zárt fedezékből szokott boxolni, és vár arra, hogy meg tudja kontrázni az ellenfelet, csak hogy az ellenfelet ellenfél ilyen jó ritmussal boxol, mint hogy Benji nem egyenes vonalba bele, hanem ő is ugraszt, ő is türelmesen boxol, előkészít szépen, és úgy indít akciót, akkor aztán hiába vár, meg hiába próbál berendezkedni kontrára. Vár, nem reggeli az alkalom, hát nem igen, lesz alkalom, igen. Hál' Istennek. Igen. Nagyon szépen előkészített és kivitelezett akciók Benjitől. Megint egy hármas kombináció, test-fej-test. És itt van az első menet vége. Beúszhatjuk? Ha, persze, itt van Bacska Imre, ugye az édesapa. Igen, ugye már esett szó itt a édesapákról, Mizsei esetében is. Itt Bacska Imre, a magyar ökölvívás másik legendája. A boxoltak is egyet egymás ellen, pont itt a Vasas csarnokban, Bacska Imre és Mizsei Gyuri, majd az idősebb Mizsei. Igen, és ugye az édesapjával érte a legnagyobb sikereket, Benji erre lett junior világbajnok, felnőtt Európa bajnok. Úgyhogy a legnagyobb hatással ő volt a pályafutására, azért azt jelentsük ki. Szóval itt a profik között nagyon-nagyon megtalálta az összhangot Marsi Lacival. Nagyon gyümölcsözőnek tűnik ez az együttműködés. Itt vannak ők ketten éppen. Nagyon szép első menet volt, nagyon simán behúzta. Hát Klappertnek gyakorlatilag momentuma nem volt, de hát 10 menet. Na jöjjön a második felvonás. A kezdés tehát igencsak bíztató volt. Hasonló hangnemben szeretnénk majd nyilatkozni a folytatástól is. Jó a blokk, nem talált Klappert bal egyenese, Bacskai pedig beszalad a gyomorra. Egyelőre nem zavaró, hogy annyira fönt van az öv, nem üt mélyen Bacskai, nagyon jó a fókusza. Gyönyörű kombináció volt, azért
egyező meg, hogy Clapper többnyire védte ezeket az ütéseket, akkor is nagyon szépen pattog Benji, jó látni, abszolút uralja a szorítót. Oda szorítja a kötélhez a németet. Ó, megint jó felütéssel indítván az akciót, rendesen megszórja most. Bal egyenesen megállítja, ráteszi a jobb kezet is. Egy dologból csak fél, hogy ránk esik a német adott esetben. Ott itt az orrunk előtt történt az eset. Ajde, gyönyörű balos megint érezni az erőt ezekben a bal egyenesekben, nem csak úgy oda pöcköli. És nyilván Kappert is érzi, amikor becsapódik. Ajaj, te szép jobbos! Ezt szépen fejezte be a kombinációt. Még egy olyan porod, és lenn is van! Majdnem ránk esik a német. Számolni kell a mérkőzés vezetőnek már a második menetben. Óriási az ütőerőbeli különbség. Föláll Kappert, képes folytatni még egyenlőre, de van még a menetből bőven idő. Akár be is fejezheti Bacskai, persze felesleges lenne siettetni. A lényeg, a végeredményen van, hogy meg kell nyerni ezt a meccset. Jön is Bacskai megint, igen, rendelá ballal. Igen, ez ígyszer, ezt meg kell próbálni kihasználni. Nem siker, nem sikerül, de meg kell próbálni kihasználni. Nyilvánvalóan nem megfogja. Nem boxol Benji sem. Jönnek a felütések, Kappertnek esze ágába sincs visszaütni, nem képes arra, minden energiáját leköti az, hogy védekezzen. Megint betalál, jobban megint lent van. Másodszor kell számolni Kappertre. De Klappert sarkában az édesapja van, Hartmut Klappert. Feláll a német, kicsit rogyaloznak a lábai, de még mindig képes folytatni. Átment a vizsgán a német, viszont Bacskai megint jön, a harmadik leütését megy most már a hajsza. Illetve leghosszabb 40 másodperce következik Klappertnek. Új, de jön kemény ütések Bacskai részéről. Kettős fedezékbe próbálja valahogy túlélni ezt az időszakot a német. Megint beszalad a jobbos, és harmadszor is számolni kell. Vége. Vége lesz. Jön is a papa, hozza a törölközőt. Ha a bíró nem lépteti le Klappertet, akkor megteszi az edző, föladja. No? A bíró engedné tovább, a papa pedig behajítja a törölközőt. Vége van! Bacskai Balázs megnyeri a mérkőzést. Ő a WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoka ebben a pillanatban. Összeölelkezik a német edzővel, Klappert papával. Hát mondhatjuk, nem voltak egy súlycsoportban. Én azt gondoltam egyiket a meccs előtt, hogyha Benji ugyanolyan éles lesz, dinamikus, mint tavaly októberben Salgótarjánban az orosz Alekszáj Jevcsenko ellen, akkor nem létezik, hogy Klappert kibírja. Viszont a földgolyón egy ember van, aki kibírja azokat az ütéseket, az Jevcsenko volt. Emlékezz vissza, hogy azt is, hogy a ketten közvetítettük. Minél nagyobb pofont kapott az orosz, annál jobban jött. Igen, annál jobban jött, annál agresszívebb lett. Na, mondom, nincs még egy ilyen boxoló. Fura kejfejancsi volt az orosz. Igen. Nem ment le, az, hogy pont agresszívebb lett. Most aztán jött vissza. Igen. Balázs, hála Istennek, meg tudta ismételni azt a dinamikáját, az olyan-olyan éles, dinamikus volt, és hát normális esetben, hogyha ez így van, akkor ennyi ideig tart egy boxmeccs. Hát ez annyira lehetett érezni Balázson, hogy ki van élezve erre a meccsre, hogy pattantak azok az ütések, még amelyeket védett is Klappert, akkor is lehetett érezni, hogy azok bizony fájhatnak, hogyha az ember sokat kap az alkarjára, hogy a vállára előbb-utóbb az is megsajdul, az is, igen, elkezd fájni. És jön a dundon az egész iránt. Remekül sikerült a formaidőzítés, ezért nagy gratuláció Marsi Racinak is. Formaidőzítés, az élesítés, a fogyasztás. Nagyon egyben volt, röviden összefoglalva. Nagyon egyben itt volt. Látjuk majd Benji. Még, igen, a meccs egyes részeit. A jobbok mindig leterítették a németet, ez volt talán az első. Igen, ment oda fültőre, nagyon szépen, tudatosan fültőre ütött Benji, nem álszegletre a klasszikus kiütési pontra, hanem oda fültőre. Ami még egyensúlyzavart tud okozni. Itt esett majdnem át rajta, ez volt a második, és akkor ez lesz a lezáró. Igen, ahogy kell az ököltartás, ahogy kell, így befér a kesztyű. Ha úgy lenne a kesztyű, ahogy általában tanítják, akkor az nem fér oda. Így kell ütni. Ez viszont odafért, és ez így oda. Aztán odafér a csúcsra Bacskai Balázs is. Itt van a papa, Bacskai Imre, aki már örömmel telefonál. Én remélem, hogy nem ez a csúcs. Jelenleg ez a csúcs. Hála Istennek megvan Benji pályafutásában, hogy az első nemzetközi öv. Én nagyon-nagyon remélem, hogy és hiszem is, hogy Benji ennél is sokkal többre hivatott. Neki sokkal magasabb célokat is ki lehet tűzni, és ki kell tűzni. A cél a csillagoség.
32 esztendős, biztos, hogy szavazzuk meg, hogy 4-5 jó éve még bőven lehet neki a pályafutásából, hogyha tényleg ugyanezzel az elánnal folytatja, mint ahogy most készül a mérkőzéseire. Igen, de nagyon jó kezekben van Benji minden tekintetben, úgyhogy én is nagyon-nagyon remélem, hogy ki fogja tudni hozni magából a maximumot, és akkor az nagyon sokat jelent. A német sarok tehát feladta a kilátástalan küzdelmet, amikor már háromszor volt lent Klappert a földön. Az övet Fischer Márk csatolta fel a derekára, az ifjú Bunyós. És Bajcai tehát megnyeri ezen mérkőzést, végig fölényben kitűnően boxolva hozza tehát ezt a találkozót, és most elmondhatjuk, hogy jelen pillanatban a profik között is már ott van, ahogy azt elképzelte. Legalább 50%-ban igaza volt Gangsta Zorinak a felhívottak tekintetében. Rácz Félixet még bevárjuk. Valamiféle kis ünnepség még itt a végén. Ez tényleg egy nagyszerű esemény volt ez, és még egyszer tényleg kalaplengetés a New School Promotionnek, a Fischer József által dirigált New School Promotionnek, amely szervezet igyekszik átvenni a magyar profi box életben tartását. Tehát a 14. mérkőzését is hozza, ráadásul a 8. KO-ját is bejegyezte ezen alkalomból. Hát azt hiszem, most dagadhatom elkasod, mint New School Promotion. Nem dagad, inkább nagyon-nagyon örülök, tehát boldog vagyok, hogy ilyen jól sikerült ez a mérkőzés. Azt gondolom, hogy tényleg ebből a kevés meccsből kihoztuk a maximumot. Kevés meccs volt, de annál tartalmasabb. Igen, van olyan eset, hogy a minőségre kell törekedni a mennyiséggel szemben. Szili István tehát megnyerte az IBO nagy középsúlyú interkontinentális bajnoki címét a Co-Main Event keretében. A főmérkőzésen pedig Bacskai Balázs tényleg nagyszerű TKO győzelmet aratott Nick Klappert ellen, és ő a WBO nagyváltósúlyú interkontinentális bajnoka immáron. Én megköszönöm Erdély Kálmánnak a közreműködést, önöknek, nektek pedig a figyelmet. Mindenki vigyázzon magára. Szervusztok, viszontlátásra! Viszontlátásra!